Omladozó vakolat, régi nyílászárok, elavult fűtésrendszer. A Dombóvári József Attila általános iskolában már csaknem 15 éve nem történt felújítás. Ez azonban hamarosan megváltozik, az intézményben egy közel 340 millió forintos beruházás veszi kezdetét nyáron. Ugyanis a városvezetés a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyert 200 millió forintot. Természetesen nagyon örülünk mindenféle fejlesztésnek és újításnak, ami az intézményt érinti. 2005-ben volt utoljára felújítása az intézményben, akkor egy ropos pályázat keretében infrastrukturális fejlesztések történtek. Hát azóta eltelt tizen sok év, és azóta az iskolának az állaga a napi több közel 600 használó miatt igencsak megromlott, úgyhogy van mit felújítani. Az épületen jelentős mértékű energetikai fejlesztéseket fognak végezni, többek között szabályozható fűtésrendszert, illetve egy napelemes rendszert építenek ki, a tornacsarnok és a hozzá tartozó lapos tetők szigetelésének cseréjét is elvégzi majd a kivitelező. Ez az intézményünk, amely energetikai legrosszabb állapotban van. Sajnos a nyílászárók már kopottak, ütöttek, nem hőszigeteltek, fagy nyílászárók vannak, a fűtés szabályozhatatlan, tehát vagy meleg van, vagy hideg van, tehát azt mondom, mindenféleképpen ez nagy előrelépés lesz, és nyilván egy impozáns külsővel bíró általános iskolát szeretnénk új Dombóváron. A tervek szerint az iskola felújítása megközelítőleg 4-5 hónapot vesz majd igénybe, és a munkálatoknak köszönhetően a későbbi fenntartási költség jelentősen csökkenhet.